Volt, aki már átvehette, és van, aki február 15-éig kapja majd meg a 2021. évi személyi jövedelemadóját. A Baui és Zemplén országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy tavaly júniusban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ilyen jellegű adóvisszatérítésre számíthatnak a gyermeket nevelő szülők. Ez ország több százezer, közülük jelentős mértékben a Baui és Zempléni családot is érint. Február első napjaiban megindult a családi adóvisszatérítés postai kézbesítése. Mi, akiknek Abólyban és Zemplénben is a családok az elsők, nagyon örülünk ennek. A családi adóvisszatérítés nem két millió szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forint támogatást jelent számukra itt Abólyban és Zemplénben, Közel tízezer család kaphat vissza személyi jövedelemadót. A magyar gazdaság növekedése teszi lehetővé ezt, és egyébként ez a legnagyobb volumenű Európában és ezt teszi lehetővé, hogy a kormány visszatérítse a befizetett személyi jövedelmadót. Az országgyűlési képviselő kitért arra is, hogy a család része a nagyszülő is, azaz legnagyobb arányban a nyugdíjas éveiket töltő szülők is megérdemlik a megbecsülést. Éppen ezért fontos, hogy a 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellé a teljes 13. havi nyugdíjat is biztosítja a kormány idén februárban. Ellentétben a baloldallal mi a családok támogatásában hiszünk, és nem akarunk újabb terreket tenni a vállukra, ahogy azt ők a 2009-es gazdasági világválság idején tették. Dr. Hörcsik Rihárd azt is kiemelte, hogy az SZIA visszatérítés kapcsán már azok is számíthatnak a kifizetésre, akik elmulasztották tavaly december 31-éig benyújtani az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot.